Édenkertünk Írországban. Felhők a part fölött. Magyar hangok. Kökényesi Ági. Zámbori Soma. Mihály Győző, Besenyei Emma. Herman Lilla, Pekár Adrien, Gyarmati Laura. Írta Jürgen Werner. A ma is egy olyan nap, amiért hálát adhatunk a jó Istennek. Mi történt veled? Mitől van ilyen jó kedved? Lassan hozzászokom az édes semmittevéshez, és Erin is egyre jobban megszereti a juhászkodást. Meghívtam reggelire. Jó, akkor hozok még egy terítéket. Addig felhívom Martint és a gyerekeket. Jó. Mári! Ne zavarj, Mári! Ébresztő! A fenébe, hogy aludhattál el? Hogyhogy én, te is elaludtál. Mi van Márival? Még mindig alszik? Fogalmam sincs. Kész a reggeli! Én nem eszem, nézd így is, milyen kövér vagyok. Akárhogy is. Gyönyörű vagy, és rendesen reggelizel, nehogy az utolsó iskolanapon ájulj el. 2 óra múlva műtétem van! Most mi van? A papát csak tudja, hogy nem csak zenét hallgatunk. Nem az apámról van szó. Ez nekem ciki. Zene Andreas Weidinger. Ilyenkor úgy hiányzik a mama. Fényképezte Martin Stingl. Rendezte Karl Kázes. Dr. Winter lakása, itt Paula Winter beszél, miben segíthetek? Na, mit gondolsz, ki vagyok? Nagyi! Hogy vagy, kicsikém? Ma van az utolsó suli nap. Ezért is telefonálok. Milyen lesz a bizonyítványod? Van 2 ötösöm, a többi 4-es. Te kis zseni. Adod egy kicsit a papát? Papa! A Nagyi téged keres! Jövök! Mennem kell. A papa mindjárt jön. Ó, csak előbb balhé lesz. Szia, Anne. Mi a baj? Elnézést. Egy pillanat. Jó reggelt, Dr. Winter. Jó reggelt. Jó reggelt, papa. Na mi az, nem kértek reggelit? Kávét vagy teát? Kávét kérek. Akkor tessék. Na, itt vagyok. Szóval milyen balhé? Jaj, Mári barátja először aludt nálunk, és nem akarták, hogy megtudjam. Biztos nagyon kellemetlen neki. De már több mint 1,5 éve együtt vannak. De akkor is, ez egy nagyon intim helyzet. Mindenki tudja, hogy a barátjával alszik, de most már hivatalos a dolog. Női logika. Már 40 éve vagyok Peter felesége, és a mai napig nem ért meg. Képzeld el, ha megértenélek, hogy unatkoznék. Mikor látogattok már meg minket itt Írországban? Nem hiszem, hogy idén el tudunk menni. Ó, Martin. Ezt nem teheted. Évek óta mindig mi utazunk Németországba. A gyerekek már nem is emlékeznek, milyen itt nálunk. Még ki kell dolgoznom egy javaslatot az orvosi kongresszusnak, és pár héten belül eldől, hogy kiveszi át a szívsebészet vezetését. Ha most utaznék nyaralni, akkor... el sem tudom képzelni, mi lenne. Papa! Paula nem kap levegőt! Majd visszahívlak. Paula! Martin! Martin! Peter, Anne, hoztam egy kis friss jussajtot reggelire. Mi történt?
Paulával van valami... Megint nem kap levegőt. Az unokánknak megint asztmarohama van. Sajnálom. Pont ma van 4 éve, hogy Szonya meghalt. Ez a sok emlék nagyon megviselte. Nincs rá bizonyíték, hogy az édesanyja miatti szomorúság váltotta ki az asztmarohamot. Bizonyíték. Nekem nem kell bizonyíték. Egy apa megérzi az ilyesmit. Lemondom a műtétedet. Ő az én betegem, és meg fogom operálni. Krönert átveheti. Ilyen beavatkozást még sose végzett. Szívhibánál. Túl nagy a rizikó. Hogy van? Hát egész jól. Rosszabbnak látszik, mint amilyen. Az 5-ös műtő előkészítve. Rendben. Köszönöm, megyek. Itt maradtok Paulával? Ugye, nem a sürgősségi bejáratánál parkoltátok le a kocsit? Papa, a parkolásnál volt egy betonpillér. De csak egy karcolás, icipici. Persze, egy ekkora horpadás. Ideges voltam Paula miatt. Ez csak egy autó. Meg lehet javítani. Majd jövök. Szívtüdő gépet 20%-ra levinni. A szívnek át kell vennie a feladatát. Ritmuszavar. Pitvar fibrilláció. Nem érzem a pulzusát. 20 szisztol és alá csökkent. Kapcsolják vissza a gépet. Ne, így is meg lesz. Ez veszélyes. Muszáj. Tampont. Tisztítást. Igen. A műtét sikeres. Van szinuszritmus. Hogy jól, áll a pulzus? 120 szisztolés. Kicsi úr. Remek. A fő, hogy túl van a nehezén, varja be, maga vegye át. Köszönöm. Holnap hazaengedik. Hála Istennek! Anya halála óta romlott a helyzet. 3 éves volt, amikor történt. Az ilyesmi nyomot hagy az emberben. Mindannyiunknak hiányzik anya, és én mindent tudom meg... Tudom én azt, Mari. Nem ellened szólt. Tudom. Adom apát. A nagyi az. Háló, Ann. Igen? Figyelj csak, mégis meglátogatunk titeket. Tényleg? Igen. Paulának jót fog tenni a sós tengeri levegő, és legalább kint van. Kis változatosság. Amint megvannak a repülőjegyek, hívlak. Jaj, de jó! Pusziljuk Paulát és Elizabetet. Átadom, sziasztok. Mi van már? Jönnek. Tényleg? Azt hittem, nem mehetsz el, hogy előbb el kell dőlnie, ki lesz a szívsebészet vezetője. Ezt Írországban is kivárhatom. Mari, jelenleg Paula a legfontosabb. Én meg fogok bolondulni. End! End! Mi történt? A birkanyíró csak ma ér rá. Nekem viszont mindjárt Trisha esküvőjén kell lennem. Menj csak nyugodtan, mi majd elintézzük. De ti az unokáitokért indultatok a reptérre. A birkákat meg kell nyírni. Ki tudja, hogy mikor ér rá legközelebb a birkanyíró. Akkor mi lesz? Te itt maradsz, nyírunk. Most lelkiismeret furdalásom lett. Ne legyen. Ne.
Tanú nélkül Trisha nem mehet férhez. Köszönöm, nagyon kedves tőletek. Legközelebb előre szóljon, mikor jön. Szerintem eltévedtünk. De nézd meg, ide van írva. Mondtam, hogy kérdezzétek meg valakitől, már rég a nagy jégnál lennénk. Ellie, a férfiak sosem kérdeznék meg az utat. Nekik ez ciki, jó ég tudja miért. Ez miért olyan ciki? Túl okos vagy. A nagy jéghoz akarok menni. Nem sokára ott vagyunk, kicsi. De most tényleg fogalmam sincs, hogy hol is lehetünk éppen. És nincs senki, akit megkérdezhetnénk. Ott szól a zene. Tényleg. Na jó, nyomás! Valami ünnepség van. Kérdezzük meg, mi ez itt? Hű, meg akarja kérdezni az utat. Van süti! Hey! Paula! Ne ragudjon! Most old ezt meg! Elnézést! Nem fájt? Nem. Akkor jó. Papa, az utat akartad megkérdezni. Paula! Hé! Nyami! Fini! Pillanat, le kell ülnöm. Paula, Ellie! Nem mehettek csak úgy meghívás nélkül. Tegyétek vissza! Most mi a baj? Trisha! Trisha, mi baj van? Semmi. Jól vagyok, csak egy kicsit megszédültem. Csak az esküvő körül izgalmak. Segíthetek? Orvos vagyok. Fáj valahol? Mit művel maga? Mondtam már, orvos vagyok. Talán vakbőrgyulladás vagy valami vírus. Előfordult már máskor is? Nem, sosem. Eressz el a feleségemet! Liam, hagyd békén. Mondtam már, hogy orvos. Maga pedig elmehet. A betegeimet magam kezelem. Óvatosan. Jól vagy? Nincs bajod? Biztos? Üljön le. Egy kicsit megszédülök, és mindenki azt hiszi, haldoklom. Kicsit sok volt a sütemény. Vagy a vőlegény. Jól láttam, hogy savanyú uborkát és jussajtot ettél. Tudom, hogy ez nem éppen könnyű étel a gyomornak. Terhes vagy, Trisha. Ezért lettél rosszul. Mi vagyok? Terhes. Gratulálok. Tényleg? És ezt mindenféle vizsgálat nélkül meg tudja állapítani? Az édesanyja is ugyanezt tette, amikor Trishával terhes lett. Ahogy a nagyanyja is. Egy jó orvos ezt is figyelembe veszi. Ne haragudjon. Ismeri Omeliék farmját? Melyik Omeliékét? Peter Omeliét. Jó farmjuk van a környéken. Eltévedtünk, és meg akartam... Jól hallottam, hogy Omeliéket keresi? Igen. Ezek szerint maga Winter doktor, a svéd asztalnál pedig a három lánya. Igen, így van. Paula... Ne, semmi gond, elkísérem önöket. De hát táncolni akartunk, sérjük nem? Vissza. Tényleg nem szükséges, de most tényleg itt akar vitatkozni? Na jöjjön.
Tessék? Nagyon szép itt. Menj már arrébb. Nem tudok arrébb menni. Persze, mert amióta fogamzásgátló cecc, egyre nagyobb a feneked. Elég lesz már. Na, lányok. Nem ülsz ide az ölembe? Akkor a lányok jobban elférnek hátul. Nem harapok, esküszöm. Na, ide ülsz? Gyere. De csatold be magad. Persze, már is. Honnan tudta, kik vagyunk? Régebben Omelliéktől béreltem a földet. Hogy? Mi? A nagy és a nagyapa bérbe adták a bírtokat? Nem messze van egy házuk, ott élnek. Az ilyen napokon nagyon elveszett lennék nélkülük. Ezek szerint maga a birka tenyésztő? Egy birka farmon nőttem fel, itt a környéken. Fél évvel ezelőttig duzzasztó gátakat, meg hidakat építettem. Maga tud gátat építeni? Építész voltam egy nagyszabású építkezésekkel foglalkozó irodában, de egy idő után honvágyom lett, és hazajöttem. Belimara még mindig ugyanolyan uncsi hely? Igen, elég unalmas hely, de azért nagyon szép. De nincs ott diszkó. De van egy bár, ahol csütörtökönként karaoke van. Gyertek ti is, ha van kedvetek. Nem, köszönöm, kihagynám. Nem muszáj jönnötök, de nagyon szórakoztató. Én még sosem voltam karakizni. Most jobbra, ugye? Igen, jobbra. Ezek ők. Hát végre itt vagytok. Nagyi! Nagyapa! Nagyi! Hát szia! Szia! Sajnálom, hogy nem tudtunk értetek menni, de a birkákat muszáj volt most megnyírni, nincs mese. Istenem, te megnőttél! Igazi kis hölgy lett belőled. Erin, te hogy kerülsz ide? Trishájék lakodalmán futottunk össze. De hát az nagyon messze van. Képzeld, Trisha várandós. Tényleg? Biztosan nagyon örülnek. Gyertek, fújjátok ki magatokat. Főztem kávét, meg sütét. Kint van a teraszon. Én, ne szaladjatok el. Semmit se változtak. Nem lenne gond, ha kölcsönkérném az autót. Vissza kell jutnom az esküvőre. Itt csak, a kulcs benne van. A birkanyírással nem volt gond? Ne aggódj, estére meg leszünk vele. Ti vagytok a legjobbak. Sziasztok. Én is megyek majd a gyerekekkel, jó? Jó újra itt lenni. Te itt otthon vagy. Igen, tudom. Na igen. A következő hetekben van időm, hogy kiélvezzem. Paula nem akart addig elaludni, amíg nem adsz neki jó étpuszit, de még be sem fejezte a mondatot, amikor már elaludt. Megtartottátok a hajót? Mit csináltunk volna vele? A tiéd. Sonja vette, amikor Márival először voltunk itt. Istenem. Ennek már 17 éve. Még mindig úszik.
Csak a motor nem működik. Meg akartuk javítatni. Mindig, amikor itt vagyunk, egy valamit. A lányunknak gyakran voltak ilyen tervei. Ez is egy a sok közül, amire nem jutott idő. Nekünk is hiányzik. Paula nagyon különleges. Mi mind. Csak Paulánál feltűnő. Papa. Sziasztok! Szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Teát vagy kakaót? Ki mit kér? Na, hogy aludtatok? Szuperül. Idegen helyen általában 2-3 napra van szükségem, de itt... Idegen helyen? Kikérem magamnak. Ti Omelik vagytok. Ti itt otthon vagytok. Tulajdonképpen a nagyinak igaza van, félig írek vagyunk, kivéve a papát. Negyedrész írek, a mama félig volt. Az ember vagy teljesen ír, vagy egyáltalán nem. A lényeg ide bent van, itt. És Paula, neked hogy tetszik itt? Ma nem is kellett használnom a gyógyszeret. A vége még teljesen elmúlik. Képzeld, nagyapával megfejtük Miss Doolittle. Igen, és hála neked ma egyáltalán nem panaszkodott. De ti még akkor aludtatok. Én felébredtem rád. Nem is. Horkoltál. Én nem horkolok. Holnap reggel én is felkelek veled korán. Megígérem. Gyere. Egészségedre. Egészségedre. Nagyon kedves magától, hogy elvisz a postáig. Szívesen teszem. Beli mára semmit sem változott. Nem, itt minden ugyanolyan, mint régen. Ezért jött vissza? Részben. Más miatt is? Lényegtelen. Szia, Kelly. Az a jó benne, hogy itt mindenki mindenkit ismer. Ha, igen, és a kocsmában oldják meg hogy az ország gondjait. 20 percen belül megvagyok. Mennyi? 20 perc? Felvenni egy csomagot? Igen, itt Belimárában mindig sok mesélnivaló van, de ha unatkozik, megkérhetem valamire. El kell hoznom egy receptet dr. McNamara-tól. Csak ott föl a lépcsőn, a harmadik ház jobbra. Ha, egyáltalán nem unatkozom, de szívesen. Köszönöm. Szia, Erin. Csodálatos. Csodálatos. A terhességet csoda... Lucius, jó vagy? Csodálatos lesz. A családod generációk óta erős és egészséges gyerekeket hoz világra. Nálad sem lesz másként. Megnyugodhatsz. Mi az? Mi van? Semmi. Jól vagyok. Te is? Igen, igen. Igen. Hajlandó elhagyni a világító tornyodat egy vacak kiütés miatt. De édes. Egy hatalmas pukli van ott. Oh, jó, de időbe telik. Várnom kell, amíg a kapitánnyal vissza tudok hajózni.
Apály van. Ne haragudjon! Elnézést, engem Miso túlküldött. Megkért, hogy hozzak el neki egy receptet. Erin? Igen. Adja csak ide. Ugye már járt Belimarában korábban is? Igen, de annak már jó pár éve. Amúgy hol lakik? Hát, amúgy Berlinben lakom. Meghalnék, hogy egyszer végre eljuthassak egy olyan városba. Hát, nem tudom, hogy megéri-e meghalni érte. Jó reggelt, doktor úr. Jó reggelt. Pihenj sokat. Az esküvő elég megterhelő volt neked is, meg a babának is. Annyira nem. Köszönöm, viszont. Jó reggel, doktor úr. Majd utána, jó? Doktor... Doktor Winter. Mit tehetek önért? Csak Eri receptjéért jött. Egy kollégának soron kívül aláírom. Jöjjön, kérem. Köszönöm. Ez most tényleg előre tolakodott? Ennél biztosan modernebb körülményekhez van szokva a rendelőjében. Nincs rendelő, meg berlini klinikán vagyok, sebész. Akkor ez itt bizonyára kulturális sok magának. Tessék. Én itt tulajdonképpen minden bajt kezelek. A benőtt lábkörömtől, az infúzión át, a törött kar, igen. És... McNamara úr, rosszul van? Jöjjön, üljön le ide. Jöjjön. A csecsemőket. McNamara úr. McNamara úr, próbálja meg felfújni az arcát. Hívják a mentőket! Úristen, mi történt? Megölte? Valószínűleg szélütést kapott. A legközelebbi kórház korban van. Mennyi idő alatt érnek fogalmam ide? Fogalmam sincs, hogy 15-20 Akkor perc. Siessen, minden perc számít. Megyek. És hozzon oxigént! Háló, kérem, küldjenek mentőt Belimarába. Meg nem arra rendelőjébe, vélhetően szélütés. Ringert, hozzon 500 millit infúzióban. Perifériás vénakanült, és mindenkit küldjön haza. Hallottam, mit mondott a doktor úr. Doktor úr? Nélküle talán semmi baj nem lenne. Kifelé! Mi történt? Lucius-höz mentőt hívtak. Mi történt? Remélem, nincs baj. A vérnyomása 110/60. Oxigént és ringer infúziót adtam neki. Vércukorszint stabil. Köszönjük a segítségét. Viszontlátásra. Martin, mi történt? Valószínűleg szélütés. Jézusom. Minél hamarabb kezelik, annál jobbak az esélyei, hogy felépüljön belőle. Most akkor mit csináljak? A legjobb, ha bezárja a rendelőt. A betegeket meg másik orvoshoz küldi. Itt nincs másik orvos. Akkor valakinek helyettesítenie kell. Értesítsék a polgármestert, vagy valakit, aki az ilyen ügyekkel foglalkozik. Én vagyok a polgármester. És ne mondja meg nekem, mit csináljak. Jesszusom, ezzel meg mi van? Semmi. A szíveméjén, Juven, nagyon kedves fickó. Hát, ezt elég jól titkolja. Köszönjük szépen. Minden jót. Menjünk. És mi volt? Rendben jön, ne félj. Milyen jó, hogy itt volt. Azt olvastam, hogy szélütés után lehetséges teljesen felgyógyulni. Igen. Ha gyorsan intézkednek és a rehabilitáció is zöggenőmentesen zajlik, akkor abszolút lehet. Reménykedjünk, hogy a szerencsések közé tartozik. Belimarát Lucius, mint orvos nélkül nem is tudom elképzelni. Gyere. Molly! Molly! Jaj, szegénykém, fáj! Nem sokára túl leszel a nehezén, hidd el.
Martin. Mi a baja? Vemhes, és sajnos úgy néz ki, hogy nem tud mozogni anélkül, hogy a hasa leérjen a talajra. Nagyon klassz volt, amit ma csinált. Mindenki magáról beszél. Csak a munkámat végeztem. A receptje, nem úgy elfelejtsd. Köszönöm. Nagyon szereti az állatokat, ugye? Igen, nagyon. És maga? Nincs rá időm, hogy állatokkal foglalkozzak. Kellene rá időt szakítania, megváltoztat. Na, Molly? Paula? Paula? Nem láttátok Paulát? Elfelejtette a gyógyszerét. De már nem kell. A legújabb családtag. Biztos jól vagy? Kapsz levegőt rendesen? Igen, rendesen kapok levegőt, mindig. Ő itt, Liza. Papa? Tessék. Nem akarok innen elmenni. Martin, minden rendben? Igen, mondhatjuk. Kedvel téged. Megfogod? Fogd csak meg. Köszönöm a makacságotokat. Hogy meggyőztetek, hogy eljöjjünk ide? Paulát úgy látni, hogy nem kell minden pillanatban attól tartanunk, hogy rohama lesz, vagy... Mindannyiótokon nagy a nyomás. Marin és Elizabeth-en is érződik. Többet kellene a gyerekeimmel lennem, hogy átvegyem tőlük a nyomás egy részét. Megteszed, amit tudsz, Martin. Sonja halála után egyszerűen megbénultam. Csak próbálkoztam végezni a dolgom, tovább csinálni. Tudjuk. Peter is, és én is. Úgy akartam folytatni az életet a gyerekekkel, mintha Sonja még élne. De nem tudtam mindkét szerepet betölteni. Túlságosan szigorú vagy magadhoz. Három nagyszerű lányt neveltél föl nagyon nehéz időkben. Valaminek változnia kell. Nézd csak meg Paulát. Nemrég még súlyos asztmával feküdt a kórházban, most meg nem mehetünk vissza Berlinbe egyszerűen, mintha mi se történt volna. Akkor használd ki az időt, amíg itt vagy, és találd ki, mit szeretnél magadnak és a gyerekeknek. Dr. Winter! Dr. Winter! Igen? Beszélhetnénk egy percre? Hogyne! Nem megy? Évek óta nem indította be senki. Az nem jelent semmit. Ezt ne nekem mondja, hanem a motornak. Szóval miről lenne szó? Bementem Luciushoz a kórházba. És hogy van? Rendbe fog jönni. Az orvosok szerint magának köszönheti az életét. Ha maga nincs, az élete hátralévő részében ápolásra szorulna. De nem azért jött, hogy ezt nekem elmondja, ugye? Szükségünk van egy orvosra, amíg meggyógyul. Mégis hogy gondolja? Én nyaralni jöttem a gyerekeimmel. Csak kell egy kis idő, amíg találunk egy másik orvost. De én sebész vagyok, nem házi orvos.
És különben sincs engedélyem, hogy itt praktizáljak. A papírokról már gondoskodtam. Erin szerint maga így hajlandó lenne. Erin? Csak 3-4 hét. Nem kell minden nap dolgoznia. Csak gondolkozzon rajta. Erin tudja, hol talál meg. Igen. Hová készülsz? Brianhez zongorázni. Ki az a Brian? Az, aki az esküvőn zongorázott. Dugaléknál? Hála az égnek, nem vagy Alzheimeres. Akkor van minek örülnünk, igaz? Papa! Most mehetek megint arcot mosni. Az nagyszerű, mert beszélni szeretnék veletek. De el fogok késni. Ez fontos. De papa! Semmi de. Hozd kérlek a másikat. Na, hogy döntött? Remélem, tisztában van vele, milyen nehéz helyzetbe hozott a Mr. Kincaidnek tett javaslatával. Én csak a legjobbat akarom Belimára lakóinak. Igen, én meg a gyerekeimnek. De az embereknek segítség kell. És pillanatnyilag maga az egyetlen, aki megadhatja. Nell! Az a helyzet, hogy a városban jelenleg nincs orvos. És pont te jutottál az eszükbe. Nem akarom nélkületek meghozni a döntést. Szóval mit gondoltok? Ahhoz nem kellett volna Írországba repülnünk, hogy itt ugyanazt csináld, mint otthon, és ne legyen ránk semmi idő. Nem kell minden nap dolgoznom. Nekem tök mindegy, most már mehetek? Ülj le, kérlek, Elizabeth. Na és te mit gondolsz? A nagyi itt van, meg a nagyapa és Liza. Szeretném, ha együtt játszanánk. Aha, persze, hogy fogunk, megígérem. Nem szabad összehasonlítani az itteni helyzetet Berlinnel. Itt nincs minden sarkon orvos. Tudjátok, nagyon-nagyon kevés orvos akar ilyen távoli helyen dolgozni. De papa szívsebész, nem házi orvos. Egy influenzát megkülönböztetek a kanyarótól. Nagyon fontos, hogy legyen valaki Belimárában, aki tartja a frontot, amíg találunk új orvost. Te mit szeretnél? Hát, azt hiszem, ebben a helyzetben segítenem kell. De csak a ti beleegyezésetekkel fogok. Vagyis megint mi húztuk a rövidebbet. A te szemszögedből minden olyan rohadt egyszerű, papa. Mari, ülj vissza. Mari. Mehetek már végre? Persze, menj. Üdvözlöm Bryant. Mari! Hogy kellett volna reagálnom szerinted? El kellett volna utasítanom? Nem. Akkor? Felejtsd el, papa. Ne haragudj, hogy így reagáltam. Most megkönnyíted a dolgom. Mégis mit vársz tőlem? Mit kellene tennem, hogy a család mindig elégedett legyen? Amikor édesanyád meghalt, Ellie-nek és Paulának a nővérükre volt szükségük. De lassan itt az ideje, hogy megtanuljanak nélküled is boldogulni. Munka ide vagy oda? Akkor elmehetek. Egy család vagyunk, mindannyian szeretünk, feltétel nélkül. Mi nyomaszt? Amióta itt vagyunk, hazavágysz. Semmi, papa. Tényleg semmi.
Talán nem csak nekünk kell nélküled boldogulnunk, hanem neked is nélkülünk. Hm? Na gyere! Mutasd! Ugye, Liza, meggyógyul? Hát persze, hogy meggyógyul. Ez csak egy apró karcolás. Olyan, mint amikor játék közben lehorzsolod a térded, vagy megsérted az ujjad. Velem ez olyan gyakran történik, hogy meg sem tudom számolni. Légy óvatos. Odaadod a kenőcsöt? Igen. Így. Na? Mi a baj? Papa, Liza megsebesül, de Erin meggyógyítja. Ide adnád a kötszert? Jó szorosan rá kell tekerni, különben lerutalja magáról. Elvágod itt? Ó. Azt hiszem, itt profi segítségem van. Csak ide, majd én. Egy. Ne. Jó lesz. Gondolod, hogy be tudod vinni Lizát az orvoshoz? Igen. Így, tartsd erősen. Hallottam, hogy volt egy kis nézeteltérésük Marival. Na igen, nem volt túlságosan elragadtatva az ötlettől, hogy Belimarában házi orvost játsszak. Remélem, nem gondolja, hogy ez volt a célom. Na és, sikerült döntenie? Igen, a veszekedés oka csak ritkán az, amin éppen veszekednek, és igen. Köszönöm. Akkor Lizára most már két orvos is vigyáz. Kettő? Egy, kettő, három. Mert dr. Paula nélkül nem sikerült volna. Hm? Na, itt kezelünk mindent. Végül is a legtöbben nem akarnak minden apróság miatt órákig utazni a szakorvoshoz, vagy Korkba, a kórházba. A technikai eszközök mind rendelkezésre állnak? Dr. McNamara sosem használta őket. És a komputer? Az nincs. Hogyan értesülök a páciens kor történetéről? Megkérdez engem, és én mindent elmondok, amire szüksége van. Maga? Igen. Ez ideig a doktor úr nagyon elégedett volt a munkámmal. Hogyne, elfelől semmi kétségem, csak nem egészen ehhez vagyok szokva. Hoppá! Ó, Istenem! Oh. Mindig szétjön. Mindjárt összeragasztom megint. Köszönöm, igen. Talán, ha... jól tudunk együtt dolgozni, és maga visszamegy Berlinbe. Esetleg szüksége lehet valaki olyanra, mint én. Hogy? Ja, igen, persze. Sokan várakoznak? Mindenkit visszahívtam. Mindenkit? Mindenkit, aki legutóbb nem került sorra. Aha. Jó. Lássunk neki. Jó. Jó napot! Napot! Hallottam, hogy újra megnyílt a rendelő. Mi a baj? A pukli. Miféle pukli? Amit meg akartam mutatni Luciusnak, amikor szélütése volt. Egyébként hogy van? Rendbe fog jönni. Csak időbe telik. És a helyettes milyen? Dr. Winter szívsebész. Ők a legeslegjobb orvosok. És azt mondta, ha ennek vége, magával visz Berlinbe. Az a német pacák? Igen. Az helyettesíti Luciust? Nem, ezt nem hagyhatom. Miért nem? Mert már az esküvőn nem szenvedhettem. Csak úgy felbukkan, és azonnal elkezdi tapogatni. Csak segíteni akart. Nem bírom, és kész. Steven! Mutasd a poklédat. Talán én is tudok segíteni. Szabad? Ha muszáj. Tényleg meg van keményedve. Én mondtam. Ez egy eltömődött pórus.
Adok neked egy kenőcsöt, ezzel jó vastagon kent be. Ettől kijön a szennyeződés, és el is múlik. A maradékot megtarthatod. Más nem fáj, ugye? Mielőtt kórházban kötök ki, mint Lucius, inkább kezeltetem a köszvényemet. Tessék, ezt szedje naponta kétszer, és ha hétfőig nem javul a helyzet, jöjjön el újra. Viszlát. Nos, ki a következő? John Kevenó. Horog akadt a főcimpájába. Hát ez csak vicc, ugye? Mondtam már, hogy mindent kezelünk. Na, jöjjön. Ojé. Papi, papi! Szia, kicsim! Na, milyen volt? Meg tudtál valakit gyógyítani? Hagyjátok apátokat levegőt venni. Na, aztán hogy fogadtak? Ez rád is vonatkozott. A váróterem félig teli volt. Hát, ez kezdetnek nagyszerű. Azt hittem, az emberek örülnek, hogy lesz orvos, aki itt akar dolgozni. Örülnek, de ugyanakkor ők írek. És nagyon konok emberek. Akár csak nagyapa. Egy kicsit fura volt, de összességében nagyon izgalmas. Ez úgy hangzik, mint egy átlagos írfalusi orvos átlagos napja. Ezt mindenképp meg kell ünnepelni. Ó, na gyertek! Köszönöm, kapitány! Akkor jövő héten! Rendben, tinta hal is. Oda néz rá. Nem ugyanaz, mint a berlini halpiac. Ott van Erin. John, kapd el! Erin! Paula, várj! Hé, hey, nem vacsorának valót akartunk venni? Vigyázz rá, ne essen a hálóra. Rég nem voltam hajón. Túl sokáig voltál távol. Jóven, most már elengedhetsz, stabilan állok. Erin! Erin! Paula, szia! Mindjárt jövök. A postára. Eljössz velem? Mit keresel itt, tündérkém? Papa halat vesz. Ez a papa első napja falusi orvosként. Meg akarjuk ünnepelni, nem eszel velünk? Még nem tudom, ma elég sok dolgom van. Nagyon örülnénk, ha velünk tartana. Hány halat kérnek? Azt hittem maga valamiféle polgármester. Igen, de valamiből meg is kell élnem. Mennyi lesz? Maga szívességet tett nekünk, most én teszek magának. Köszönöm. Kvittek vagyunk. És kifőz? Papa! Remélem, ez nem ok arra, hogy ne jöjjön el. Épp ellenkezőleg, nagyon örülnék. Akkor 5 körül? Tökéletes. Jó. Akkor nem sokára. Szuper! Indulás! Mehet. Nagyon finom volt.
Ha olyan jó sebész vagy, mint szakács, akkor engem bármikor felvághatsz. Peter, a gyerekek! Hagyj csak, Nagyi, egy sebész gyerekek, én sok mindenhez hozzászok. Minden esetre köszönöm szépen a kitűnő vacsorát. Egészségedre! A kapcsolatainak hála nekünk nem került semmibe. Csak heti 3 nap, több órán át tartó rendelésbe. Jóval annyi halat nem is tud fogni, ami ezért kárpótol. Mr. Kincaid és én kvittek vagyunk. Hagyj csak, papa. Te főztél, mi rakjuk rendbe a konyhát. Miért? Otthon is mindig én csinálom. Megnézhetjük Lizát. Nem akarjuk inkább holnap megnézni Lizát, már elég késő van. Hagyjátok csak, mindketten. Szuper! Hát, nagyon szeretem Írországot, de egy valami nagyon hiányzik. Egy mosogatógép? Pontosan. Szóval, ki mosogat, ki törölget? Nem szükséges, tényleg. Én mosogatok, ez a legkevesebb, amit megtehetek, ha már ebbe a helyzetbe hoztam. Hát jó. És, hogy tetszik az egyszerű faluorvosi élet? Őszintén szóval, élvezem. Szóval élvezi? Akkor ennyit a lelkiismeret furdalásomról, mosogasson maga. Tudja, a szívoperációnál az ember annyira a műtétre koncentrál, meg a technikai problémákra, amik felmerülhetnek a veszélyekre. És nem annyira a fülbelkat horgokra, gondolom. Honnan tud róla már is? Amit Jennifer tud, azt általában az egész falu tudja. Az az álma, hogy magával megy Berlinbe. Ez honnan jutott az eszébe? Jennifer mindenáron Párizsba akar jutni. Legalábbis állandóan ezt mondogatja. Ha. Ne haragudjon, már megint lerohantam, nem akartam. Hát akkor kvittek vagyunk. Én csak megpróbáltam hidat építeni. Ami azt illeti ebben a kérdésben, igen nagy tapasztalata van. Tudja mit? Megmutatok 10 okból egyet, hogy miért kell beleszeretnie Írországba. Le lesz nyűgözve. Na, túloztam? Ha ez 1 volt a 10-ből, akkor nagyon kíváncsi vagyok a többi 9-re. Szívesen megmutatom magának mindet, de akkor kicsit tovább kell itt maradnia. Paula újongana? Nem csak Paula, egész Benimara újongana. Csak azt akarja, hogy átvegye McNamara munkáját. Én ilyet nem mondtam. De gondolta? Már annak is örülnék, ha egy kicsit tovább maradna. Igen. Ne aggódjon, Luciusnak hamarosan kutya baja. Jó. Tényleg nagyon jó itt. Azonban? Hát, tudja, itt minden az elhunyt feleségemre emlékeztet. De ez másmilyen emlékezés. Otthon Sonja mindenütt jelen volt, de itt lehet, hogy butaságnak hangzik, de az jut eszembe, hogy fölöttünk lebeg. Egyáltalán nem hangzik butaságnak. Nekem inkább úgy tűnik, hogy itt boldogabb lenne. Ez nem még egy ok arra, hogy megfontolja, hogy ide költözön? Kimondva olyan egyszerű. És mit gondol róla? Maga miért rombolta le a hidakat, hogy visszajöjjön ide? Belémára az otthonom. Ez az egyetlen ok? Nem. De itt vagyok, és csak ez számít. Igen. És most mit csinálunk? Énekelünk és táncolunk. Megmutatom magának az abszolút kedvenc kocsmámat. Mi? De ez nem ez volt az? Ez volt a második kedvencem. Előbb fel kell melegednie. Lehet még ennél is vidámabb.
Liza, már alszol? Liza, ma ilyen melletted alszom. Jó ét, Liza. Remélem, hamar meggyógyul a lábad. Mi történt? Elaludt. Istenem, azt hiszem, öregszem. Évezredek óta nem mulattam át az éjszakát. Remélem, nem bánja. Egyetlen percét sem. Miért vagyunk itt? Ezért. Szeretem a napfelkeltét. Mindegy, hogyan érzem magam. Mindig reményt ad. Igen. Bátorságot ad. Szüksége van rá? Fogalma sincs mennyire. Erin, Szonya halála óta nem voltam más nővel. Van időnk. El sem tudtam képzelni, hogy egyszer lehetséges lesz, de már 4 éve, hogy elment, és mindenki vágyik a szerelemre, a közelségre és biztonságra. Két hét múlva megint elutazunk. És te csodálatos nő vagy, de... Minden rendben lesz. Liza, te már ébren vagy? Liszát majd utána elintézem. Gyere, gyere, siess! Jézusom, mi történt itt? Paulával foglalkozz. Gyere, hová mész? Peter, megőrültél! Maradj itt! Peter! Meg vagy bolondulva, kockára teszed az életed egy birkáért. Nem esett bajod, Paula, jól vagy? Hol van a papa? Mi történt? Paula éjjel meglátogatta Liszát. Nála volt az olajlámpás. A lámpa eldőlt, a szalma pedig meggyulladt. Hol van most? A szobájában. Jól van, Martin. Az ijegységen kívül semmi baj. És szerencsére a szeretett báránya is jól van. Martin, én is jövök. Ne, inkább egyedül megyek. Te
Tegnap én győztem meg Martint, hogy menjünk-e szóra. Nem a te hibád, ahogyan Martin is sem. Egy ilyen helyzetben a szülők egyszerűen szeretnének kettesben lenni. Egyedül van, nem könnyű neki. Milyen volt? A lányunk. Van olyan ember, aki ha belép egy helyiségbe, bálteremmé varázsolja. Szonya ilyen volt. Őt nem lehet helyettesíteni. Senkit sem lehet helyettesíteni. Ettől olyan értékes mindenki. Erin. Nekem régóta olyan vagy, mintha a lányom lennél. Minden rendben van? Igen. Igen, egyenletesen veszi a levegőt. Itt kellett volna lennem. Senki sem lehet napi 24 órában a gyerekeivel. Ne okold magad. Nem lett volna szabad elmennem. El kellett menned. Muszáj volt, Martin. Szonya sem akadályozott volna meg. Nem, Martin. Még ő sem. Elég lesz már, nem vagyok kisgyerek. Hogy érzi magát? Újra ki tudom törölni a hátsómat. Fogalma sincs, milyen szabadságérzést ad. Magának köszönhetem az életemet. Kizárólag a csökönyösségének köszönhetem. Nem, de igaza lehet. Eszemben sem volt beadni a kulcsot. Meddig kell még ide bent maradnia? 3-4 hétig. Attól függően, hogy haladok a rehabilitációval. A páciensei örülni fognak. Már is nagyon hiányolják magát. Elboldogulnak ők nélkülem is. Én abba hagyom, Dr. Winter. Ez volt az utolsó figyelmeztetés. Úgy érti, befejezi a praxisát? Keresek valakit magam helyett. Érdekli? Tessék, hogy én? Némi munkával és szorgalommal egész jó falu orvos lehetne magában. Köszönöm a bókot. Belimárában tisztességes emberek élnek, akik megérdemelnek egy jó orvost, aki gondoskodik róluk. Megvan a saját életem Berlinben. A lányaim életének a központja. Ezt nem könnyű feladni. És magának kedvesebb a steril műtője, mint az igazi emberek. Kár. De vannak olyanok, akik csalódtak magában. Ezt ki mondja? Még mindig szerepet játszik. Menjen vissza Berlinbe, a műtőjébe, ha maga ilyen életet szeretne. Fáradt vagyok. Semmi, csak megfáztam. Orvoshoz kell menned, kiviszlek a szárazföldre. Lucius már dolgozik? Nem, még mindig a német orvos. Nem, inkább nem. Nem most először kapok náthát. Majd találkozunk. Na, szervusz. Jenny! Ki a következő? Miss Dobson.
Dobson. Mm. Ő két nappal ezelőtt járt itt, ma egészséges. Fél éve özvegyült meg. Még nem békélt meg az egyedül léttel. Kell valaki, akivel beszélgethet. Jó, küldje be, kérem. És készítsen két csésze kávét. Van még valami? Nem sokára visszamegy Berlinbe, ugye? Igen, miért? Én... Mi már egy ideje együtt dolgozunk, és csak azt akartam kérdezni, hogy elégedette velem. Igen, abszolút. Értékelem a munkáját. Lehet, hogy a nagy rohanásban nem adtam a tudtára, kérem, ne haragudjon. Ne. Ezt már mondta. Többször is. El tudja képzelni. Mármint jó csapat vagyunk, ezt maga mondta. Én szívesen elkísérném Berlinbe. Higgy el, nem okozok csalódást. Csak amit elvár tőlem. Hát még itt vagyok. Azt hittem, kedvel engem. Ez így is van, csak magára itt van szükség. Jelenleg maga az egyetlen állandó pontja a rendelőnek. Értem. Jennifer? Igen? Jó napot, doktor úr! Miss Dobson, fáradjon be! Jó. Nagyon jó, de sajnos most mennem kell. Milyen voltam? Meg kell mondanom, hogy nagyon szépen fejlődsz. Nagyon alapos vagy. Köszönöm. Találkozunk holnap. Holnap sajnos nem jó, de majd felhívlak, jó? Rendben, de hamar. Jó. Szia! Eli már szerelmes! Ha-ha! Mostanában gyakran találkozom Briannel. Kegyetlen jól zongorázik. És emellett nagyon cuki. Hány éves is? Papa! Aj, szia! Sziasztok! Szia! Történt valami? Mi baja van? Egyszer haza kell mennünk. Paulánál a búcsú egy kisebb dráma lesz. Elizabeth belezúgott a zongora tanárába, és te is olyan furcsán viselkedsz. Valami foglalkoztat téged. Lucius McNamara felajánlotta, hogy vegyem át a praxisát. Nemet mondtál, ugye? Te vagy Németország egyik legjobb szívsebésze. Ezt nem dobhatod el csak úgy azért, hogy faluorvos legyél. Tisztában vagyok vele, miről kéne lemondanom. És nem könnyű meghoznom a döntést, nekem elhiheted. De talán ez az egyetlen lehetőség nekünk, mint családnak, hogy édesanyátok halálát feldolgozz. Lemondanod? Neked? Mégis kinek kellett a mama halála után mindenről lemondani, ahogy te tudj dolgozni, és Elizabeth meg Paula viszonylag normálisan nőjenek fel? Kinek az élete állt a feje tetejére? Én sosem kértem, sosem hogy... kérted, de nem is tettél ellene, mert így volt kényelmes neked. Mindannyian azt tettük, amit tudtunk. De csak az én életem esett áldozatául. Papa! Mi van Márival? Aggódik. Ki miatt? Ha én azt tudnám. Várj meg itt. Mári! Kérlek, Mári, beszéljük meg. Írország egy lehetőség a sok közül. Nagykorú vagy. Egyetemre mehetsz. Vagy azt csinálhatsz, amit csak akarsz. Még nem tudom, mit akarok. Hát nem érted? Mindig ott voltam nektek. Mi a helyzet Tommal? Összeköltözhetnétek Berlinben. Tom szakított velem. Elege volt belőle, hogy mindig ő a másodhegedűs. Mi? Miért nem mondtad el?
Mit kellett volna mondanom? Hogy Spanyolországba akartunk utazni, de megint felültettem, hogy veletek Írországba utazzak. Senki sem kérdezte, én hogy vagyok, hogy nekem mennyire hiányzik a mama. Erősnek kellett lennem. Nem tudtam, drágám. Én hazamegyek. A szünet végén együtt hazamegyünk. Kit akarsz meggyőzni? Hidd el, én jobban ismerlek téged, mint te magadat. Mindegy, hogy ti hogy döntötök. Én hazamegyek, amilyen hamar csak lehet. Szia, John. Szia, Erin. Kapitány? Erin. Segíthetek valamiben? Még mindig nem működik. Egy nyitott szívműtét egyszerűbb. Beszéltél mostanában Dr. McNamara-val? Én? Nem. Miért? Át akarja nekem adni a praxisát. Tényleg? Igen, tényleg. Az utódját keresi. Ehhez tényleg semmi közöm sincs, még ha nagyon is örülök neki. És döntöttél már? Hát, ezt nehéz elképzelni. A gyerekek. Mária azt mondta, azonnal hazamegy. Ojjé. Tudom, hogy nem könnyű a döntés. Úgy szeretnék segíteni benne. Segítesz is. Többet, mint hinnéd. Próbáld meg még egyszer beindítani. Kalapács? Próbáld még egyszer. Fufu. Ilyen nincs. Ezt hívják ívmódszernek. Az istálót. Én becsukom az ablakot. Jó, megyek! Gyere, menjünk be. Úgy nézem, vihar lesz. Na, gyere! Lucius felajánlotta, hogy vegyem át tőle a praxist. Köszönöm. Igen, komolyan gondolkodom rajta.
Tudom, hogy ez a döntés teljesen felforgatná az életünket. Én nem fogok Írországban élni. Ezt már megmondtam a papának. De én mindenképpen. Biztos vagy benne? Nem kell többé félnem, hogy nem kapok levegőt. Ha csak nem cseszel el megint valamit. Elizabeth. Inkább azt mondd meg, te mit gondolsz? Hát, hiányoznának a barátaim. És szeretnék leérettségizni. Korkban van egy nemzetközi iskola. Az új iskolatársaid a világ minden tájáról érkeznének. Tényleg? Klassz! Tényleg fogalmam sincs, hogy az lenne a helyes döntés, hogy Írországba költözzünk. Mit súg a szíved? Hát a szívem. Az ilyesmit nem lehet csak a szívre, vagy éppen csak a gyomorra hallgatva eldönteni. Ez nem így működik. Omeli? Igen? Adom egy pillanat. Martin? Most ne, kérlek. Steven Dobbs az. Nem hangzik túl jól. Halló, Mr. Dobbs, mit tehetek önért? Én nem bírom tovább. A nátha teljesen kikészít. Igen, magas. Na és feltűnt önnek valami szokatlan az utóbbi időben? Egy pukli a hasamon. Miféle pukli? Be van gyulladva és piros. Olyan, mint egy pattanás, csak nagyon... Fáj, ha megnyomja? Igen, átkozottul. Jennifer adott egy kenesset, hogy kenje. Be... Mr. Dobbs? Halló? Halló, Mr. Dobbs? Mi történt? Dobbsnak magas láza van. Valószínűleg egy keléstől, ami elfertőződött. Ez mit jelent? Ez olyasmi, mint egy életveszélyes vérmérgezés. Azonnal ki kell mennem hozzá. Ebben az időben nem mehetsz a világító toronyhoz. De hát vihar van. Ez túlságosan veszélyes, Martin. Különben sem működik a hajónk. Hívjátok fel a Corky kórházat, hogy azonnal küldjenek mentőt a kikötőhöz. Mr. Dobbs! Mr. Dobbs! Ide! Mr. Dobbs! Mr. Dobbs, sürgősen kórházba kell mennie. Mi? A kelést ki kell operálni. Próbáljon meg felállni. Jöjjön. Bedöglött. Akkor cseszhetjük. Miért csinálta? Mit?
Miért jött ki értem ebben az ítélet időben? Még egy rendes hajóval is életveszélyes lenne, de ezzel a lélekvesztővel egyenesen gyilkosság ez az utazás. Hagytam volna inkább meghalni? Ki kell vágnom a kelést? Az előtt vagy az után, hogy elsüllyedünk a csónakkal? Ha tovább várunk, akkor az eszközöket, amiket magammal hoztam, legfeljebb imádságra használhatjuk. Hát, ez egy kicsit fájdalmas lesz. Csinálja! Erin! Martin! Mit csinálsz itt? Operálok! Itt? Nincs más esélyünk! Teljesen őrült vagy! Juven bevontat a kikötőbe! Ott kicsit nyugodtabb lesz! Hogy találtál meg minket? Elhívott fel! Készen áll? Jöjjön. Óvatosan, erre. Nem tudom, hogy bátorság vagy őrültség volt-e, amit csináltál. Miért jöttél utána? Aggódtam érted. Adtam neki antibiotikumot. Jó. Azt hiszem, a nehezén túl. Rendben. Mielőtt legközelebb bármiféle kenőcsöt írat fel az asszisztensemmel, jöjjön hozzám. Lehet. Ha rögtön hozzámentél volna, te tompa agyú, ez mind nem történik meg. Majd meglátogatom. Ha így folytatja, a Belimára lakói külön fánklubot alapítanak magának. Olvasd el. Sajnálom, hogy nem tudok tovább maradni. Mi az? Hazautazom Berlinbe, majd ott találkozunk. Mari írta. Hazautazott. Tényleg nem akar itt lakni? El sem tudom képzelni, milyen lesz Mari nélkül. De azért meglátogat majd minket, ha ide költözünk. Persze. Meglátogat, igen. Na gyere. Ez biztos. Segítek. Jó napot, doktor úr.
Megfontolta a javaslatomat? Igen. A nyári szünet végén hazamegyünk Németországba. Kár. Pontosabban fogalmazva, visszamegyünk Németországba, és elintézünk mindent, hogy végleg Írországba költözzünk. Akkor még meg kell egyeznünk a fizetésében a praktizálásért. Tessék, milyen fizetés? Mit gondolt? A halál ingyen van, de az élet drága. Bizony. Lucius! Felmondok Berlinben. Nem hittem, hogy így döntesz. És Mari? Ő egyelőre a régi berlini lakásunkban fog lakni. Egyszer majd ő is itt fog élni. Tudom. Írországnak senki sem tud sokáig ellenállni. Nem csak Írországnak.